újabáloztak a gimisek, másnap is új szálláson, sokan a nyugdíj mellett is dolgoznak, ingyenes bérletekre lehet pályázni. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2021. október 20-án 18 óra 5 perckor. Gólyaavatóval zárult a Gólya hét a Karcagi Nagykun Református Gimnáziumban. Mint Tóth Andrea, diák önkormányzatot segítő pedagógustól, tizedikes osztályfőnöktől megtudtuk, a héten szünetekben az iskolában kaptak vicces feladatokat a diák önkormányzat tagjaitól a legkisebb refisek. Ebben volt udvari ügyességi feladat, rajzos, de gyűjtögetős is. Azt gondolom, hogy a legfrappánsabb feladatokról készült videókat és fotókat láthatták a kedves nézők. Különböző sportos feladatok voltak, ilyen kis frappáns, kis ezt kellett keresni a gyerekeknek a fűben, táncos feladatok voltak, úgyhogy próbáltunk megmozgatni a gyerekeket, mert voltak napok, amikor hideg időjárás volt, úgyhogy muszáj volt egy picit megmozgatni őket a levegőn is, de nagyon élvezték, úgy láttuk. A Gólya hét előtt egy hosszú hétvégén a Berekfürdői Megbékélés házában tartották a Gólya tábort, amely jó alkalom volt a diákoknak társaik megismerésére, az osztályközösségek összecsiszolódására is. Azt gondolom, hogy összeszoktak, és ezt szolgálta a szeptember első hétvégén megrendezett vagy megszervezett Gólya táborunk is, úgyhogy mégis annak a következő állomása volt ez a Gólya hét. A gólyaavató a 9. évfolyamosok vicces fogadalomtételével kezdődött, majd a 10. évfolyamosok vidám műsorával ért véget, amit most a járványügyi szabályok miatt az iskola torna termében rendeztek meg szűk körben. Ahogy elkezdtük a tanévet, mi tanárok, augusztus 20-a után már ugye mi jöttünk dolgozni, nekem az első gondolataim között volt az, hogy behívtam, nem csak nekem, hanem a kedves kollégáimnak is, behívtuk a gyerekeket, és már elkezdtünk ötletelni, hogy hogy legyen, mint legyen. Én a saját nevemben nyilatkoznék, hogy mi egy fix dologhoz próbáltunk nyúlni, egy meséhez, ugye láthatták az előadást, úgyhogy próbáltunk azon egy picit még szépíteni, még pofásabbá tenni, még viccesebbé, még zenésebbé, úgyhogy mi egy fix dologhoz nyúltunk. Kisújszálláson is megtartották a másnapot. Szeretettel köszöntöm a nézőket, és hát nagyon örülök neki, hogy itt is megjelent a Karcag TV. 21-én Karcagon először rendeztük meg ezt a színvonalas másnap rendezvényt. Nagyon-nagyon jól sikerült, úgy gondolom. Nagyon nagy volt az érdeklődés, és szerintem aki eljött, az jól érezte magát, és szeretne még egyszer eljönni. Tervünkben szerepel, hogy minden évben újra megrendezzük ezt a rendezvényt, ami ugye a célja az érzékenyítés, a mássággal élő fogyatékos gyerekeknek az elfogadása, vagyis inkább azt mondanám befogadása, hiszen ez egy sokkal szebb szó is. És azt gondolom, ez meg is valósult, mert nagyon jól érezték magukat az általános iskolások, a mi kádos gyerekeinket, együtt játszottak, együtt tevékenykedtek, ennek a programnak ez a lényege. Szerintem megérdemel egy tapsot ez a kutya. A színpadi produkciónk kiegészült nagy örömünkre az Aura Segítő Kutyás Alapítvány produkciójával. Velük már több éve szakmai kapcsolatban állunk, ezért nagy öröm számunkra, hogy ismételten elfogadták meghívásunkat, és bemutatták, hogy milyen ügyes segítőkutyákkal dolgoznak, és hogyan segítik a fogyatékos emberek mindennapi életét. Egyre többen szeretnének, vagy nyugdíj mellett is dolgoznak. Pozitív változások történtek a nyugdíjasok munkaviszonyban történő foglalkoztatásában 2019. január 1-től. A saját jogú nyugdíjasnak minősülő munkavállalók 2019. január 1-től kikerültek a biztosítottak köréből. A szabályozás csak a munkatörvénykönyve szerinti munkaviszonyban foglalkoztatott nyugdíjas munkavállalókra vonatkozik, mely lényegében azt jelenti, hogy a munkaviszonyban álló nyugdíjas dolgozók munkabéréből csak 15% személyi jövedelemadót kell levonni, így a nyugdíjas munkavállalók nettóbére jelentősen nőtt ezzel a módosítással.
Jelentős változás volt mindemellett a munkáltatók számára az, hogy a nyugdíj melletti munkaviszonyban foglalkoztatott dolgozók munkabére után a munkáltatót sem terheli 2019. január 1-től a 19,5%-os szociális hozzájárulási adó és a 1,5%-os szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettsége, mely kedvezmény 2021-ben is hozzájárulhat az egyre több nyugdíjas korú dolgozó kedvező adózású alkalmazásához. A 18 és 20 év közötti európai fiatalok újra pályázhatnak az ingyenes vasúti bérletekre. A 18 és 20 év közötti európai fiatalok újra pályázhatnak az ingyenes vasúti bérletekre az Európai Unió Discover EU nevű programja keretében. Idén 60 ezer vasúti utazási igazolványt oszt ki. Lehet pályázni az ingyenes uniós vasúti bérletekre. A pályázatra a 2001. július 1-e és 2003. december 31-e között született európai fiatalok jelentkezhetnek. Idén a 19 és 20 évesek is pályázhatnak, miután a tavalyi fordulókat a koronavírus okozta világjárvány miatt elhalasztották. Az ingyenes vasúti utazási igazolványra jelentkezni október 12-én déltől október 26-án délig lehet. A sikeres pályázók 2022. márciusa és 2023. februárja között használhatják fel utazási igazolványaikat egy legfeljebb 30 napos időszak alatt. A bizottsági tájékoztatás szerint, mivel továbbra is bizonytalan a világjárvány alakulása, egy új mobil utazási igazolvány révén az EU minden utazónak rugalmas foglalási lehetőséget biztosít. Az indulási dátum egészen az indulás időpontjáig bármikor módosítható. A mobil utazási igazolványok egy évig érvényesek. Az uniós bizottság azt tanácsolt az utazóknak, hogy tájékozódjanak az utazási korlátozásokról. Az utazási igazolványok 2022-ben használhatók fel. A kiválasztott fiatalok egyedül vagy legfeljebb 5 fős a támogatható korosztályba tartozó fiatalokból álló csoportokban utazhatnak. A fenntartható utazás előmozdítására az uniós program főként a vasúti utazást támogatja. Annak érdekében azonban, hogy minél több helyre eljuthassanak az EU-ban, a résztvevők más közlekedési eszközöket is igénybe vehetnek, buszt vagy kompot is például, illetve kivételes esetekben a repülőjegyre is felhasználható az igazolvány. Így a távoli területeken vagy szigeten élő fiatalok előtt is nyitva áll a lehetőség, hogy részt vegyenek a programban. Minden egyes tagállam fiataljai számára meghatározott számú utazási igazolvány áll rendelkezésre az adott ország népességének az Európai Unió teljes lakosságához viszonyított aránya alapján. Köszöntöm nézőnket, és köszöntöm Huba Imrét, a Jászlókon Szolnok megyei közgyűlés elnökét. Köszönöm, elnök úr, hogy elfogadta a meghívásunkat. Jó napot kívánok, és én is köszönöm a meghívást, és köszöntöm a kedves tévénézőket is. Elkezdődtek azok a pályázati előkészítések, amelyek a következő 7 évünket fogják meghatározni, mind EU-s forrásként és kormányzati támogatásként is. Körvonalozódnak-e már nagyon a támpontok, és mondjuk a térségünkre mi lesz a jellemző, miben fogunk tovább fejlődni, vagy mire próbálunk pályázatokat keresni? Mi nagyon komoly hangsúlyt vetettünk a fenntarthatóságra, a környezeti, természeti értékeinkkel való felelős gazdálkodásra, és a 2021-2027 közé kidolgozott programjainkból szerencsére már az elmúlt évben el tudtunk kezdeni néhányat megvalósítani, ez a környezetvédelmet érintő szennyvízkezelés, szennyvíztisztítók rekonstrukciója, szennyvízhálózatok bővítése, valamint a belvízelvezető rendszereknek a szétválasztása és a települési csapadékvíz kivezetése egy olyan tározó rendszerben, ami lehetővé teszi a felszíni vizek visszatartását is, és első lépcsőben helyben próbálja tartani a települési csapadékvizet, nem akar tőle megszabadulni a megye feltétlenül, és csak a fölösleget szeretnénk levezetni a Tiszába. Ezek mellett folytatódtak az óvoda és bölcsőde felújítások, folytatódtak az iskola megújítások és az önkormányzatok energetikai hatékonyságot szolgáló intézkedései, beruházásai, és ezeket tudjuk most új lendülettel a kormány tegnapi bejelentését követően. Pénzügyminiszter úr, Varga Mihály pénzügyminiszter úr tegnap jelentette be, hogy a mi megyénket is érintő területi és települési operatív program plus, tehát a TOP plus, a tegnapi naptól társadalmasítás alatt áll, és miután a véleményezés lehetőség és társadalmasítás lezárul, ez nagyjából 10 nap, megindulhat a pályázatok előkészítése, és nagyon bízunk benne, hogy még az idei évben, tehát október végén, november elején kiírhatóak lesznek az önkormányzatok számára azok a források, amiből folytathatják az eddig megkezdett munkát.
és ahol nem volt elegendő az előző ciklus kerete, ott most egy második ütemmel, adott esetben egy harmadik ütemmel gazdagodhat a település, és azt is látjuk, hogy erre fölkészültek a pályázatírók, a megye is fölkészült 42 projekt elkészítésére tettünk vállalást, és azt szeretnénk, hogyha az önkormányzatok és az építőipar számára egy folyamatos kapcsolatot jelentene, és az építőipari kapacitásokon keresztül a munkahelyek megőrzésére és a gazdaság érénkülésére, a jövedelmek stabilizációjára is lehetőséget nyújtana ez a program. Ez számunkra nem csak azért fontos, mert függen ettől a megye gazdasági mutatói, vagy akár az önkormányzatok versenyképessége, és az, hogy az önkormányzat mitől lehet versenyképes, attól, hogy vonzóbb a befektetők számára, attól, hogy vonzóbb a fiatalok számára, attól, hogy az oktatási intézmények mettelnek gyermekekkel, attól, hogy az önkormányzatok jövőképe kristálytisztán kirajzolódhat, és abban nem csak a fejlődésnek, hanem egy stabil belső kohézió megteremtésének is lesz lehetősége, hiszen a fiataloknak és a velük együtt érkező ifjú generációknak nagyon fontos az, hogy legyen béke, legyen nyugalom egy településen, és ezek a fejlesztések, ezek kielégítik azokat a társadalmi igényeket, amik ahhoz szükségesek, hogy nyugodt, békés fejlődés jellemezze minden Jászné-Kunszolnok megyei települést, és különösen nagyon fontos számunkra a Nagykunság, hiszen a lemaradás adott esetben az infrastruktúrában, vagy az utakban, akár a közszolgáltatások minőségében az önkormányzatok épületeinek, önkormányzati épületek korszerűségében egy olyan képet mutatott az elmúlt időszakban, ami mindenféleképpen külön figyelmet igényelt, és ebben a kormányzat támogatta az általunk lerakott alapokat, általunk lerakott programot. Megkaptuk azt a lehetőséget, hogy az ország 9 megyéje között az egyik Jász-Nagykun-Szolnok megye legyen, amelyik időben indíthatja a programját, és így a fejlesztési ciklusokon átívelő forrásfelhasználás folyamatos tud maradni. Nem fognak érzékeny sem az önkormányzatok, sem a lakosság szakadékokat, vagy olyan éles vonalakat, ami elválasztaná az egyik ciklust a másiktól, hiszen rendkívül sok pozitív tapasztalatot szereztünk az előző időszakban, felállt az intézményrendszer, ebben a megyei önkormányzatok külön figyelmet kaptak, és megyei önkormányzatok fogják azokat a projekteket bírálni egyik szereplőként, amit később aztán a pénzügyminisztérium és a kormánnyal közösen támogatottan tudunk ítélni. Én emlékszem, hogy a most leköszönő 7 éves ciklusban is több alkalommal egyeztettek a térség önkormányzatival éppen amiatt, hogy legyenek párhuzamos fejlesztések, és egymásra épülőek legyenek ezek a fejlesztések. Itt az előbb már volt erre példa, mondjuk a kerékpárút összekötése, de biztos, hogy most is lesznek ilyenek. Mit tart a legfontosabb feladatnak, mi az a legnagyobb, amivel talán itt a térségünket kezdeni kellene? Én mindenképpen a csapadékvízelvezetést mondanám, hiszen eléggé mélyfekvésű terület a Nagykunság, és a nagykunsági adottságokból, és például a karcagiak emlékeiben érinkenének azok az évek 2004-2005, de akár 2014-15-öt is mondhatnám, amik olyan belvizesek voltak, hogy szó szerint úsztak a porták a Bokányi vagy Lábszár közép kérő belvízben, csapadékvízben, és nagyon fontos, hogy ezeknek a csapadékvízzel vezető rendszereknek alakítsuk ki azt a rendszerét, ami biztonságossá és hatékonyá teszi a működésüket. Ugyanez vonatkozik a szennyvíz és a csapadékvíz összevezetésére, hogy ezeket párhuzamossá kell tenni, szét kell őket választani, hiszen a szennyvíz tisztítóink lassan olyan terhelésnek vannak kitéve, mert képtelenek betölteni a szűrők az eredeti funkciójukat, és bizony előfordulhat, hogy olyan minőségű szennyvíz, vagy tisztított szennyvíz távozik a szennyvíztisztítóról, ami akár a felszíni befogadóba kikerülve környezeti károkat, ökológiai katasztrófát is okozhat. Nagyon fontos számunkra a megye gazdaságát is érintő útfelújítások folytatása, és ez nem csak külterületen, hanem belterületen is. El tudtuk kérni, hogy a megye több mint 7 milliárd forintból tud belterületi utak felújítására költeni, és nagyjából ugyanennyit majd a kerékpárutak megépítésére is, amihez külön az aktív és ökoturisztikával foglalkozó kormánybiztosságtól, Révész Márius kormánybiztos úrtól kapott a megye olyan lehetőséget, olyan forrásokat, amivel a kerékpárutak fejlesztésére is külön forrást tudunk majd biztosítani. És itt szeretném megemlíteni azt, hogy a TOP Plusz gazdagodik az aktív és ökoturisztikára szánható forrásokkal, ez országosan 64 milliárd forint. Nem tudjuk még, hogy milyen ritmusban és hogy milyen technikával csatlakozik a TOP Pluszhoz, de az biztos, hogy a TOP Plusz egyik függeléke lesz az aktív és ökoturisztikát szolgáló források mintegy 64 milliárd forintja, és ebben szintén a megyei önkormányzatnak
és az önkormányzatok eddig benyújtott aktív és ökoturisztikához kapcsolódó fejlesztésének, ez kerékpárút elsősorban, vagy olyan szabadidős tevékenységek és aktív kikapcsolódás szolgáló beruházások, amiket kifejezetten ilyen célra szánt és ilyen célra elszámolható forrásokból fog tudni a megye és az önkormányzatok felhasználni. Hát reméljük akkor a tervezési időszaka után akkor jönnek a konkrét projektek, és beszámolhatunk majd arról, hogy itt is több 10 milliárd sikeres EU-s és kormányzati forrás sikerült a nagykunságra és térségünkre elnyerni, és megvalósítani ezeket a beruházásokat. Én jó munkát kívánok Önöknek ehhez, sok pénzt nekünk, sikeres pályázatokat, nézőinknek pedig köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!